Sportpályát avattak az önkormányzathoz tartozó Bethlen Gábor általános iskola és Újreál gimnázium, valamint a fővároshoz tartozó Nemes Nagy Ágnes művészeti szakközépiskola közös udvarán szeptember 24-én. A rezsibontás szükségessége és a tulajdoni viszonyok hosszú ideje nehezítették a sportpálya létrejöttét. 127 év után végre át tudtunk adni egy sportpályát, amit 800 gyerek fog használni, mondta beszédében Bánáti István, a Bethlen igazgatója. Az iskolák a történet 1888-ig nyúlik vissza, és az az igazság, hogy azóta az iskolák nem volt kimondottan sportpályája, hanem az udvar egy részét használtuk mindig sportolásra, illetve mi magunk testnevelők festettük fel a pályát, és próbáltuk olyan körülményeket teremteni, ami a gyerekek számára megfelelő. Simicskó István országgyűlési képviselő szerint komoly összefogásra volt szükség ahhoz, hogy a méltatlan körülményeket meg lehessen szüntetni. Hoffmann Tamás beszédében megköszönte a kivitelezők munkáját, hiszen sok akadályon kellett átverekedniük magukat. A lényeg az, hogy megvalósult a beruházás, sikeresen meg tudtunk oldani mindent, és látszik a gyerekeken, hogy mennyire fontos nekik is, valamint a pedagógusoknak is mennyire egy fontos beruházás volt ez, hogy ilyen módon sikerült végül is, ha nem is szeptember 1-ére, de most átadni ezt a pályát. A szalagátvágást követően az iskola pompom csapata avatta fel a pályát, majd a Fitness Team Budapest versenyzőinek bemutatója következett, akik idén bejutottak az Európa-bajnokságra. A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakközépiskola diákjai énekműsorral készültek, amit labda bemutató, majd tanárdiák foci meccs követett. Óriási lelkesedés fogadta ezt a sportpályát az iskolában, hatalmas lendülettel vetették bele magukat a felsőbb évfolyamosok a küzdelemben. Milyen ellenfelek volt? Kemények nagyon. Hát látszik a kis korkülönbség, nyilván a javunkra, a tanárok javára, de nagyon adanyosak a gyerekek, küzdenek, sportszerűek, egyről 2-0-ra vezetnek a fiatalok, majd meglátjuk, hogy a tantestület hogyan tud felsorolni a nagy kihívás mellé. Öröm, hogy itt lehetek, köszönöm szépen megtiszteltetés számomra. Na, jó sporton, jó mozogni mindig, úgyhogy remélem, hogy a betlenesek örülnek ennek különösen, és sokat fognak is sportolni ezen a pályán. Sok-sok örömben lesz részük.